Tomislav Nikolić 2012. május 31-től Szerbia államfője. A szerb alkotmány értelmében az elnökválasztást az aktuális államfő mandátumának lejárta előtt legalább 90 nappal ki kell írni. A törvény értelmében a kiírást követően legalább 30, de legfeljebb 60 nap telhet el a választások megtartásáig. Egyes számítások szerint ez azt jelenti, hogy a kiírás határideje 2017. március 3-án jár le, és amennyiben a választásokat a lehetséges legutolsó napon írják ki, akkor legkésőbb május 2-án lehet megszervezni a voksolást. A szavazást a parlament elnöke írja ki, vagyis ebben az esetben Maja Gojkovic, aki azt mondta, a törvény értelmében április folyamán tartják. Tomislav Nikolić ennél lényegesen konkrétabban fogalmazott. Elmondta, a becslések szerint április 9-én nyílhatnak majd meg a szavazóhelyek, és ha esetleg lesz második forduló, azt április 23-án tarthatják. Az államfő szerint az sem kizárt, hogy ugyanekkor parlamenti választásokat is tartanak az országban. Kiemelte, hogy ez nem rajta, hanem a kormányfő döntésén múlik. Ako žele da provere to što rade, ako se čini da je parlament postao mesto u kome se teško donose krupne odluke zato što se koristi za promocije čak i nekih loših ideja, onda vlada može jednostavno da reši to novim izborima. A felröppenő hírekre Alexander Vulin szociálpolitikai miniszter is reagált. Azt mondja, már mindenki a választásokról beszél, kivéve az a személy, aki erről majd valóban dönteni fog. Mert hogy Alexander Vučić miniszterelnök eddig csak arról nyilatkozott, hogy végzi a munkáját, mondta Vulin. Maja Gojkovic házelnök megerősítette, hogy egyelőre nem tárgyaltak sem az elnökjelöltek személyéről, sem a parlamenti választások lehetőségéről a szerb haladó párton és a hatalmi többség keretében sem.